Továbbra is az érettségi megtartása, az érettségiző fiatalok mellett állunk, szemben a magyar ellenzékkel. Hajrá Magyarország, hajrá magyar érettségiző fiatalok! Az érettségiző fiatalok dönthettek, szabadon választhattak és döntöttek. Az érettségiző diákoknak több mint 97%-a amellett döntött, hogy májusban leszeretné tenni az érettségit. Több mint 84 000-en jelentkeztek az érettségire, mindössze 2455 fiatal döntött úgy, hogy ősszel szeretné majd letenni az érettségit. Azt látjuk, hogy az ellenzék, a baloldali ellenzék most is Gyurcsány kottájából játszik. Nagyon hamar világossá vált, hogy a Momentum a petícióját semmi másra nem használja, mindössze adatbázisépítés és adatgyűjtésre. Mi úgy gondoljuk, hogy a Momentumnak és a baloldali ellenzéknek nem politikai haszonszerzéssel kellene foglalkoznia ebben az időszakban, a rendkívüli válság veszélyhelyzetben, hanem azzal kellene foglalkoznia, hogy támogassa az érettségiző fiatalok döntését. Hiszen az érettségiző fiatalok jövője nem játék. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk az érettségiző fiatalok mellett, üzenjük az ellenzéknek, hogy ne hangulat vagy pánikkeltésre használják ezt az időszakot, támogassák a fiatalok döntését. Kedves érettségiző fiatalok! Nyugodt készülődést és nagyon sok sikert kívánunk az érettségihez. Hajrá Magyarország, hajrá érettségiző fiatalok!